Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma este az evangéliumot a Lukács evangéliumából fogom olvasni. A 16. fejezet 19. versétől kezdődően a fejezet végéig. Lukács evangélium a 16. fejezetének 19. verséhez nyissuk ki Isten igéjét. Az élő Isten innen fog beszélni ma este hozzánk. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele. Ez azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Egyszer aztán meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újjahegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm elánkban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is van, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Mire az így szólt: akkor arra kérlek, atyám Ábrahám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre azt mondta: nem úgy, atyám Ábrahám. Ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Amen. Drága testvérek, a ma esti evangelizációs alkalom eljutott arra a pontra, amikor nem földiekről fogok nektek beszélni, hanem mennyeiekről. Isten azt mondja: a földiek ideig valók, a mennyeiek örökké tartók. Nem tudom, hogyha az este rájöttél arra, hogy Isten nélkül még egy asztalt sem tudsz rendesen választani. Hogy Isten nélkül nem vagy képes semmire. Pár éve meghívtak az adventista testvérek a Hátszegi medencébe egy templom szentelésre evangélizálni, és felmentem a szószékre, és azt mondtam, hogy testvérek, azért jöttem, hogy elmondjam, mi különbség van szombatista és református között. Szegények mind kipirosodtak, láttam az arcukon. Miklós testvért mégse volt jó elhívni.
elkezd most dogmatizálni nekünk. És mondom, testvérek, tudjátok, hogy mi különbség van közöttünk, meg közöttetek. Az ég nagy világon semmi. Ti is elveszettek vagytok Jézus nélkül, mi is elveszettek vagyunk. Ha üdvözülni akartok, nektek is szükségetek van az Úr Jézus Krisztusra. Nekünk is szükségünk van az Úr Jézus Krisztusra. Drága testvérek, bűn tekintetében nincsen közöttünk semmi különbség. Jézus nélkül mindegyikünk, aki itt van ebben a templomban, elveszik, akármilyen felekezete van, akármilyen vallása van. Jézus Krisztus nélkül elveszett ember vagy. Jézus Krisztus az egyedüli, aki téged meg tud menteni az örök kárhozattól és az örök haláltól. Amikor turisták jönnek keresztül a Hátszegi medencén, és bejönnek megnézni a gyönyörű Őraljaboldogfalvi református templomot, a legrégebbi templom Erdély területén, akkor mindig azt szoktam kérdezni tőlük, hogy miről akartok hallani, földiekről vagy mennyeiekről? Drága testvérek, az eddigi evangelizáció során estéről estére arról volt szó, hogy mit kell nekünk tennünk ahhoz itt ezen a földön, hogy üdvözüljünk, hogy üdvösségünk legyen. Ma este nekünk Istennek az igéje túl fog mutatni a halálon. Túl fog mutatni a gödrön, túl fog mutatni a temetőn, túl fog mutatni a síron. Ma este Isten arra fog rákérdezni, hogy van-e neked olyan hited, ami túlmutat a halálon? Vagy csak a temetőig van hited? Mert Pál azt mondja, akik csak ebben a földi életben reménykednek a Krisztusban, azok minden embernél nyomorultabbak. Ha csak a temetőid van hited, minden embernél nyomorultabb vagy, akkor nyugodtan lehet ebben a földi életben a szlogened ez, együnk, ígyunk, egyszer úgyis meghalunk. Mert csak a temetőid van hited. Van-e neked olyan hited, ami túlmutat a halálon? Mert, drága testvérek, én ma este erről fogok nektek beszélni, mi lesz a halál után veled. Mi lesz a halál után veled? Hol fogod eltölteni az örökké valóságot, amiről az evangélium azt mondja, hogy annak nincsen vége. A földinek 70-80-90 év után vége van. Az örökké valóságnak nincs vége. Az örökké valóság örökké tart. Hol fogod eltölteni az örökké valóságot? Valaki a héten megkért, hogy beszéljek nektek arról, hogy hogy lehet üdvözülni. Ma este arról fogok nektek beszélni, hogy hogy lehet elkárhozni, testvérek. Nézzétek meg, hogy ez a gazdag a pokolban minden tud, hogy mit kellett volna tenni, hogy ne jusson a pokolba. A pokolba tanul meg imádkozni. Atyám Ábrahám, és érdekes, addig nem mondta soha, most kimondja, könyörülj rajtam. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam. Aztán figyeljétek meg, hogy hogy tudja a missziói parancsot. Küldd el Lázárt! Mert otthon még van 5 testvérem. Nehogy ők is ide jussanak. És azt mondja, Lázár, menjen el hozzájuk. Érdekes, addig bevágta az ajtót a Lázárok előtt. Most meg azt mondja, hogy Lázár, menjen el a testvéremhez, végezzen családlátogatást. A harmadik, beszéljen a lelkükre. Testvérek, addig ki nem állhatta azt, amikor neki a lelkére akarnak beszélni, mert úgy gondolta, hogy erőltetni akarják rá a hitet.
A pokolban most azt mondja, hogy az öt testvéremnek a lelkére kellene beszélni. Egyszer református lelkész közösségben elmondtam, hogy az egyik vád Erdélybe az ellenem, hogy erőszakos evangéliumot hirdetek. És a tenkei lelkipásztor testvérem Berke Sándor azt mondta, hogy tudod Miklós, mi a baj velünk református lelkészekkel? Hogy nem úgy hirdetjük az igét, hogy egy embernek két lehetősége legyen, vagy megtérjen, vagy menjen, s akassza fel magát. Drága testvérek, ez a probléma, hogy lájtos evangéliumot prédikálunk. Finomat. Nehogy megsértődjenek a templomba jövő és a világi életet élő emberek. Nehogy felzabarodjon a víz. Drága testvérek, mi lesz, ha finom evangéliumot akarsz hirdetni? Azt akarod, hogy simogassanak a bűneidbe, meg a sebeidbe, aztán egyszer majd a pokolba hull bele az életed, mert nem bírta a füled az igazságot. Nem bírta a füled az evangéliumot. A tegnap, amikor a sárospataki teológusoknak előadást tartottam, akkor elmondtam nekik, hogy az egyik vád a hívők ellen az, hogy honnan tudja egy hívő lelkipásztor azt, hogy ki megtért a gyülekezetébe, s ki nem. Ez az egyik vád Erdélybe a megtértekkel szembe. És azt mondtam a tegnap a sárospataki teológusoknak, hogy ti meg hogy meritek megtenni lelkipásztorok azt, hogy mindenkit beprédikáltok a mennybe. Nem vettétek észre, hogy temetésen mindenki a mennybe megy? Az se, aki soha nem jár templomba, az se, akit senki nem hallott imádkozni, mindenki hazamegy az Úrhoz. Hát testvérek, ez a hitetés. Ez a hitetés. Ez az altatás az egyházban. Ez a hamis lelkiismeretnek a megnyugtatása. Itt van a tiszteletes úr Róbert testvérem, és ő örülni fog annak, amit most mondok, mert Bot Péterről írta a dolgozatot, és 200 évvel ezelőtt ő tudja, Tüküllőváron volt egy zsinat, amelyben a református egyház a köréből kitiltott két lelkipásztort, mert univerzális kegyelmet hirdetett. És testvérek, mielőtt megint megijednétek, hogy dogmatizálni fogok, elmondom, hogy mi az univerzális kegyelem tana. Az univerzális kegyelem azt tanítja, hogy Ádám bűn által mindenki bűnös lett, idáig jó. De az univerzális kegyelem azt tanítja, hogy mivel Jézus Krisztus mindenkiért meghalt a kereszten, mindenki üdvözülni fog, független attól, hogy hogy él. Ez már nem jó. És arra gondoltam, hogy ezt Bot Péter vezette ezt a zsinatot, hogy 200 évvel ezelőtt milyen jól láttak a református őseink. Milyen tisztán látták az evangéliumnak az igazságát, és megtartották az evangélium igazságát. 200 évre rá a református egyház azt tanítja, hogy mindenki, aki templomba jár, üdvözül. És úgy is prédikálnak, testvér. És ott van a református hitvallás, a Heidelbergi KT, és azt kérdezi, mindenek üdvözülnek Krisztus által, akik Ádám által elvesztek. És a válasz ez, nem mindenek. Nem mindenki. Hanem csak az, mondja a református hitvallás, akik igaz hit által őbelé oltattak. Csak azok, akik igaz hit által őbelé oltattak. Drága testvérek, mi szükséges az üdvösséghez? Ezt szeretném neked elmondani. És mi szükséges ahhoz, hogy valaki elkárhozza? Az első kérdésem az, mit csinált a gazdag, hogy a pokolba került? Ölt? Nem. Paráználkodott? Nem.
a bíbor ruháját meg a patyolat köntösét lopásból, csalásból szerezte? Nem. Testvérek, erről az emberről a Bibliában semmi rosszat nem olvasunk. Nem olvassuk azt, hogy elvetemült lett volna, nem olvassuk azt, hogy gazember lett volna, nem olvassuk, hogy semmire kellő lett volna, nem olvassuk azt, hogy ez egy olyan ember lett volna, aki a vagyonát csalással szerzi meg, nem olvasunk róla semmi ilyet. Miért jutott akkor a pokolba? Mit tett? Testvérek, amikor Jézus a kárhozatról beszélt, beszél két ótestamentumi férfiról, akiről a héten az evangelizációban szó volt, és Jézus azt mondja erre az utolsó időre, hogy ugyanolyan lesz a világ, mint akkor. És Jézus a következőt mondja, úgy, ahogy a Noé idejében ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, házasodtak, férhez mentek, egészen addig a napig, ameddig Noé és az ő családja bement a bárkába, úgy lesz az ember fiának az eljövetelének az idejébe is. Ahogy a Lót idejébe volt Sodomában, és megint sorolja Jézus, ettek, ittak, adtak, vettek, házasodtak, mit sem törődtek és gondoltak a veszedelemmel, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Testvérek, a következő kérdés, miért a hívők nem esznek, meg nem isznak? A hívők nem adnak és nem vesznek még egy ideig, testvérek. Még egy ideig. Nem adják férhez a hívők a gyermekeiket, és nem házasodnak, és nem ültetnek, és nem vetnek, de igen. Akkor mi a baj? Drága testvérek, a baj az, amikor mindezt úgy csinálod, hogy egyáltalán nem törődsz az Istennel. Ez volt a gazdagnak a baja. És nagyon komolyan szeretném nektek elmondani, hogy nincs passzív istentelenség. Ilyen nincs. Hogy se itt nem vagyok, se ott nem vagyok. Nincsen passzív istentelenség. Az evangéliumban van egy megdöbbentő történet, amikor feláll egy lögtön ítélő bizottság, mint Ceausescu-nak a kivégzésénél, és ez Belsazár király lakomáján történik. Belsazár király lakomáján megjelenik egy kéz, és írni kezd a falon. Belsazár eszik, iszik, múlat, ezer főrangú emberével, dicsérik az idegen isteneket, és a profán módon csúfot űznek a szentből, előhozzák a jeruzsálemi templomnak a poharait, tányérait, és ágyasaival, feleségeivel együtt abból eszik, és abból issza a bort. És egy kéz jelenik meg a falon, és elkezd írni a falra, és én most nem részletezem, hogy mi volt az a felírás a Bibliában, ott van azokat a mondatokat, amiket oda a kéz ír a fehér falra, egy mondatban magyarul így lehet lefordítani, hogy Belsazár elég volt. Elég volt. Belsazár eddig volt. És Belsazár hívja a varázslókat, mágusokat, hogy fejtsék meg, nem tudnak belelátni az Istennek a dolgaiba, és akkor elé kell kotolni Ábrahámot, mert Ábrahám nincs ott, ahol a világ dőzsöl. Bocsánat, Dániel. Dániel nincs ott, ahol a világ dőzsöl. És előhívják Dánielt, és a király ígér neki mindent, csak fejtse meg az írást. És Dániel elkezd beszélni Belsazárnak az apjáról.
Azt mondja, király, te láttad azt, hogy az Isten mit csinált az apáddal? Láttad azt, hogy amikor elbízta magát, amikor felfuvalkodott, akkor az Isten úgy megalázta, hogy négy kézláb járt a fűbe, az ökrök között, meg a vadszamarak között, kinőtt a szőre, és füvet, meg szénát evett, az Isten megalázta. Aztán, amikor elismerte, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten, akkor az Isten visszaadta neki az értelmét, és visszahelyezte tisztségébe. És akkor Dániel mond Belsazárnak valamit. Az apád a saját bőrén tanulta meg a leckét. Te a fia ezt láttad. Neked nem a saját bőrödön kellett megtanulnod. Neked volt példa előtted. De te, király, azt az Istent, akinek a kezébe van az életed, nem dicsőítetted. Dicsőítetted a tokai bort, a szilva pálinkát, dicsőítetted az ételt, az eurót, dicsőítettél, minden dicsértél, egyet nem, azt az Istent, akinek az életed a kezébe van, azt nem dicsőítetted. És azon az éjszakán megölik Belsazárt, a káldeusok királyát. Miért? Mert valamit nem tett meg. Mert valamit nem tett meg. Drága testvérek, 15 évvel ezelőtt, amikor Isten leküldött a Hátszegi medencébe, magam mellé vettem a Gondnok bácsit, és elindultam a Hátszegi medencébe megkeresni a szétszórt magyarokat. És azt mondtam a Gondnok bácsinak, hogy nem érdekel, hogy ki református, ki katolikus, ki unitárius, ki pünkösdi, ki baptista. Gondnok bácsi, minden magyarhoz vigyem be. Beszéljek nekik az élő Istenről, és hívjam őket a gyülekezetbe. És drága testvérek, elindultunk, és a látogatások alkalmával megérkeztem Gábor Gyuri bácsi házához, ő csatorna készítő mester volt, és amikor beléptem a házába, az asztal mellett ott ült négy férfi, közöttük Hátszegnek a főorvosa a kórházból, és beszélgettek, leültem közéjük, kinyitottam a Bibliát, és elkezdtem nekik Isten igéjéről beszélni. Azonnal közbevágtak, és azon kezdtek el nosztalgiázni, hogy milyen magyar világ volt Hátszegen Horthy idejében, az volt az élet, és hogy nem múlattak meg, nem nótáztak eleget, és lejárt az élet, túl vannak a 60-on, a 70-en, és már nem lehet. És drága testvérek, megvetették az evangéliumot, akkor nem tudtam, hogy Gábor Gyuri bácsival utoljára fogok beszélni. És a városnak a főorvosa felhorkan, ahogy olvasom az igét, és azt mondja, mit gondol rólunk a tiszteletes úr, mi nem olyan emberek vagyunk, hogy olyan dolgot tettünk, ami miatt a pokolba kerülnénk. És akkor azt mondtam, doktor úr, a pokolba nem azért kerül valaki, mert tett valamit. Testvérek, nem vettétek észre, hogy mi történik az utolsó ítéletkor, a trón előtt? Ki megy jobbra, és ki megy balra? Nem figyeltétek meg, hogy mit mond Jézus azoknak, akik balkészfele mennek a kárhozatra? Szomjaztam, és csináltatok valamit? Nem, azt mondja, szomjaztam, és innom nem adtatok. Éheztem, és ennem nem adtatok. A börtönbe voltam, és nem látogattatok meg. Beteg voltam, és nem viseltetek gondot rám. Testvérek, figyelitek, hogy miért mennek balra az emberek? Mert valamit nem csináltak meg.
Testvérek, nehogy azt higgyétek, hogy valaki azért kerül a pokolba, és azért kárhozik el, mert valamit csinált. Nem. Azért, amit csináltál, meghalt a fiú a kereszten. Azért halt meg a fiú a kereszten, hogy eltörölje, amit csináltál. Eltörölje a bűneidet. És Jézus eltörölte a bűneidet. Miért kárhozik akkor el az ember? Tudjátok, hogy miért? Mert vannak közületek olyanok, akik ezt a fiút nem akarják elfogadni. Vannak közöttetek olyanok, akik ezt az áldozatot köszönik szépen, nem akarják elfogadni, azt se tudjátok, hogy miért halt meg Jézus a kereszten, mert te jó vagy. Te jó vagy. Te becsületes vagy. El nem tudod képzelni, hogy miért halt meg Jézus érted. Hát te olyan jó vagy. Volt egy kerekesmester a gyülekezetünkből, éjszaka menekült a felesége, ott hagyta az egész gyereke, aztán mindig lakodalomba ezt a nótát szokta énekelni, sírt, galambszívet örököltem az édesanyámtól. A felesége éjjel nem aludt otthon, a három gyereke elmenekült a házból, de énekelte sírva, hogy ő galambszívet örökölt az anyjától. Drága testvérek, hányan menekülnek tőled a galambszíved miatt? A galambszíved miatt, mert neked galambszíved van, csak nem vetted észre, hogy már senki nincs körülötted. Olyan galambszíved van, hogy idegbeteg melletted a feleséget. Nem vetted észre. Nem jön haza a férjed, mert elege volt. De neked galambszíved van. Testvérek, nem azért kárhozunk el, mert valamit tettünk, azért meghalt Jézus a kereszten. Hanem ha elkárhozik valaki, azért kárhozik el, mert ezt az áldozatot nem fogadja el. Ha ezt az áldozatot elfogadod, örök életed van. Innen tudhatod azt, hogy üdv bizonyosságod van. Ez magyarul azt jelenti, hogy biztos vagyok abban, hogy a mennybe megyek. Honnan lehetek biztos? Úgy, hogy ezt az áldozatot elfogadtam. Magamra nézve. Ha magamra nézve azt mondom, hogy nekem erre nincs szükségem, mert jó vagyok, mert ilyen vagyok, olyan vagyok. Mi nem tettünk semmi olyan rosszat. Nem kell rosszat tenni, testvérek. A gazdag se tett rosszat, és mégis a pokolba jutott. Tudjátok, hogy miért? Mert nem érdekelte az Istennek a kegyelme. És Gábor Gyuri bácsinak az a nap volt az utolsó nap, másnap a fogadott fia, először a szeretőjét 20 késszúrással otthon meggyilkolta. Nem tudta, hogy az édesapja otthon van, azt hitte, hogy el van menve otthonról. Az édesapa meghallotta a dulakodást, kijött a folyósóra, és amikor meglátta a vért, akkor a fiára kiáltott, hogy te szerencsétlen, mit csináltál, és a fiú egyetlen szúrással leterítette az apját. Drága testvérek, Belsazár, Gábor Gyuri bácsi, ezt nem értette meg, hogy nem azért kárhozunk el, mert valamit tettünk, hanem azért kárhozunk el, mert valamit nem tettünk meg. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Ha valakik befogadták őt, annak megadta azt a kiváltságot, hogy az Isten gyermekeivé legyenek. Jézus Krisztus azt mondja, hogy a bűn az, hogy nem akartok engem. Ez a bűn, testvérek. És emiatt kárhozunk el, és emiatt veszik a kárhozatba, húj bele a kárhozatba az életed. És emiatt üres az életed most is. Mert ő eljött, és te nem fogadtad őt be. Testvérek, pár évvel ezelőtt meghívtak egy
román faluba evangélizálni, és megdöbbentem, amikor megérkeztem ebbe az Isten háta mögötti kis elhagyatott faluba, hogy az evangélizáción ott volt 150 fiatal. Kis fiatalok meghívták a barátjaikat az evangélizációra, tele volt a terem, felnőttekkel, fiatalokkal, de aztán hamar lelohadt a lelkesedésem, amikor megláttam, hogy a hátsó két sorban a fiatalok rágják a napraforgó magot, meg kérődzik a szájuk, mint a teheneknek a rágógumival, és ez annak a lelkésznek is elszakadt a cérna, aki engem meghívott, és egy idő után felás azt mondja, hogy na fiatalok, vegyétek ki a szátokból a rágógumit, meg tegyétek már félre a magot, mert és figyeljetek az evangélizációra. És felállok, és mondom a lelkésznek, hogy testvér, hagyd, hogy rágják. Rám néz csodálkozva a lelkész, és azt mondja, hogy hogy. Mondom, most akarom nekik elmondani, hogy miért. Drága testvérek, először szeretném megkérdezni tőletek, hogy hány érzékkel születtünk. Tudja valaki? Hány érzékkel született az ember? 5, köszönöm szépen. 5 érzékkel született az ember. Csak hogy ez az 5 érzék, ez a földi életet tapogatja, ízleli, szaglásza, és nem tud betekinteni a mennyeibe. Kellene egy másik érzék, amit a Biblia így nevez, hogy hit. Hit által betekinteni a láthatatlan dologba. De erre az ember nem képes, hogy megszerezze a hitet, a hit Istennek ajándéka, és mivel az ember 5 érzékkel született, mindig megpróbálja megszerezni magának ezt, és kialakít magának egy 6. Figyeljétek meg a Bibliába, hogy egy gazdag ifjú oda megy Jézus Krisztushoz az 5 érzékében, és azt mondja Jézusnak, hogy mit kell nekem cselekedjek, hogy megnyerjem az örök életet. És Jézus azt mondja, hogy mit olvasol az igébe, a parancsolatokba, és ő sorolja. És Jézus azt mondja, hogy tartsd meg, és azt mondja ez a gazdag ifjú, hogy megtartottam fiatalságomtól kezdve. És Jézus akkor azt mondja, hogy van még egy handicap. Van még egy handicap. 5 érzékkel születtél, megpróbáltad a 6. a vagyonnal kompenzálni a hiányt, de a 6 nem az Istennek a száma, 666. Menj el, add el a vagyonodat, gyere, megkapod a hetediket, és tied lesz az Istennek az országa. Drága testvérek, nem figyeltétek ott, mi történik a sikári kútnál. Jön egy paráznasszony, és Jézus ott ül a kútnál, a tanítványok bemennek a Tesco-ba ennivalót vásárolni, és addig Jézus találkozik ezzel az asszonnyal. És az asszony elkezd teológizálni, hogy hol van az igazi Isten a hídgyülibe, a baptistáknál, a reformátusoknál, melyik hegyen kell az Istent igazán imádni. És az én gyülekezetemben is mindig ez van, testvérek, amikor sor kerül a bűnre, akkor emberek mindig elkezdenek teológiai kérdéseket feltenni. A bűnéről nem beszél soha senki. És akkor Jézus azt mondja, hogy asszon, hagyjuk a teológiát, menj és hozd ide a férjedet. Hoppá. Azt mondja az asszony, nincs férjem. Azt mondja Jézus, igazad van, mert eddig 5 férjed volt, hogy miben haltak meg, nem tudom, gombamérgezésbe, szívinfarktusba, de lényeg az, hogy az asszony 5-öt elrendezett. Ilyen asszony volt, mint Kati a Székelyföldön. Tudjátok, mit csinált? Temették a férjét, egy kikapós asszony volt, temették a férjét, és ott az a szokás a Székelyföldön ebben a faluban, hogy
A feleség akar ugrani a sírba a férje után. Megy utána, amikor eresztik le a koporsót. És két fiú fogja, hogy a kezeit a feleségnek, és a feleség mondja, hogy engedjetek utána. És a két fiú megegyezett, hogy engedjük el Katit. És engedik le a férjét a sírba, és Kati elkezd kiáltani, hogy engedjetek utána, a két srác elengedi, Kati hosszába helyből átugrotta a sírt. Olyan élet volt benne. Hát ilyen volt, drága testvérek, ez az asszony is. Öt férfi elment mellőle, és azt mondja Jézus, a hatodikkal vadházasságba élsz. Tényleg nincs férjed, mert öt volt, és ez a hatodik, ez nem férjed, de nem elégített meg. Hat volt, de a hatos szám soha nem elégít meg, testvérek, mert nem az Isten száma. És Jézus azt mondja, hogy gyere, mert találd meg a hetediket. Találd meg a hetediket. És amikor Jézus megtalálja a hetediket, amikor az asszony megtalálja a hetediket, Jézust, akkor nézzétek meg, hogy ott hagyja az edényt, és már nem szégyelli a paráznaság, a parázna életét, megy a városba, és nyitja az ajtókat, és azt mondja, hogy gyertek, mert találkoztam valakivel, aki nekem mindent elmondott, nem ezé a Krisztus. Nem ő az Istennek a fia, és ez az asszony által indul el a sikári ébredés. A sikári ébredés. Megértett a jobbágy család, hogy miért csak egy gyerek született. Mert az a teljességnek a száma. Drága testvérek, tudjátok, hogy miért kell hagyni a fiatalokat, hogy rágják a rágót? Mert öt érzékkel születtek, és keresik a hetediket. És amikor megszülettünk, akkor elkezdtünk sírni, mert egy idegen világba születtünk bele. Tudjátok, mivel csendesült el a sírásunk? Amikor megszülettünk. A nagyújunktól. A hatodiktól. Az önszuggesztiótól. Betettük az ujjunkat a szánkba. Elkezdtük szopni, és elhallgattunk. Aztán pár nap múlva vettek nekünk egy csuszlit. És azt tették a szánkba, és attól hallgattunk el, az volt a hatodik, mert hiánnyal jöttünk a világra. Aztán éhesek lettünk, ordítani kezdtünk, és oda tettek édesanyánk mellére, és a szánkba vettük, és elhallgattunk. És testvérek, most van, aki abban a fázisban van, hogy tök magot kell rágjon. Meg állandóan a szájába kell legyen rágógumi, hogy egye, mert hiányérzete van. Aztán a hiányérzetet felváltja az üveg. Nem vettétek észre, hogy emberek hány órát tudnak ülni egy üveg mellett, és mindig arra van szükségük, hogy ott legyen a szájukba. Hogy ott legyen a szájába. Aztán jön a cigi. Nem is magáért a cigiért szívja, csak hogy valami legyen a szájába. Aztán jön a szex, hiányérzet, testvére. És letellik így az élet, vége szakad az életnek, és az ember felébred a pokolba. És testvérek, hadd mondjam el, hogy a pokolba nincs Tesco. És a pokolba nincs bár. Mit mond a gazdag? Uram, ha nekem ez kellett, hogy szívjam, átszöktem az utca túlsó oldalára, ha nekem nő kellett, kimentem az útra, ha nekem pia kellett, kimentem, ha nem volt pénzem, kölcsönt vettem fel, de Uram, itt a pokolba nincs bár, ezért kérlek, hogy engedd, hogy Lázár menjen, és az ujját mártsa a vízbe, és jöjjön, és tegye a nyelvemre, mert én megszoktam ebben az életben állandóan azt, hogy valamit szoptam. Valamit szívtam, és most rettenetes a belső üresség, nem tudom elviselni. Gyötrődöm, Uram! Könyörülj rajtam, mert gyötrődöm! Tudod, milyen a gyötrődés, amikor minden rendben van az életedben, és mégis gyötrődsz.
Miért? Mi a magyarázata? Hogy minden rendben van kívül, és mégis gyötrődsz. És milyen lesz a pokol, amikor gyötrődni fogsz? És Isten azt mondja ennek a gazdagnak, hogy nem lehet. Nem lehet. Azért nem lehet, mert ott a földi életben adtam neked valaki, aki betöltse a hiányodat, a hetediket. Elküldtem számodra a megoldást, a hetediket, de neked a hetedik nem kellett. Neked a hetedik nem kellett. Ezért maradtál üres, ezért vagy most nyomorult, ezért vagy most szegény. Elküldtem a fiamat, hogy betöltse örömmel, békességgel az életedet, de te filozófáltál, meg okoskodtál. Drága testvérek, pár évvel ezelőtt egy Arad melletti kis faluba mentem evangélizálni, és velem jöttek a lányaim. Szolgáltak velem, énekeltek, és én akkor még nem tudtam azon az estén, amikor ott szolgáltam, hogy a lelkész már hosszú éven keresztül azért imádkozott, hogy történjen valami a faluba, hogy az emberek megtérjenek, és végül azt mondta az Úrnak, Uram, már nem bánom, álmodjanak valamit, vagy legyen valami, csak ne halljanak meg, ne menjenek a kárhozatba az emberek. És azon az estén úgy szólott a gyülekezetbe az ige, hogy a kislányaim kavarodtak fel nagyon, és a nagyobbik lányom álmodott a faluba. Azt mondja az ige, hogy amikor a próféta azt mondja, hogy álmot látott, akkor mondja el, hogy álom. Testvérek, ez csak álom volt, ez nem kijelentés, ez nem Biblia, nem Istennek a szava. Azt álmodta, hogy az ítéletről álmodott. És ekkor értettem meg azt, amikor elmondta az álmot, hogy az örökké valóságban, testvérek, nem az van, amit mi gondolunk, hogy lesz. Nagyon sok ember úgy gondol az örökké valóságra, hogy ő majd a trón előtt megmagyarázza, hogy mi a helyzet. Meg fogja tudni magyarázni az Istennek a dolgokat, meg ki fogja tudni menteni magát, ott majd mindent ki fog találni az ember. De szeretném neked elmondani, hogy az örökké valóságban nem az lesz, amit te akarsz. Itt még az van. Itt ha cigit akarsz, cigi van. Ha piánt akarsz, pia van. Ha istentelen életet akarsz, az van. A földön az van, amit akarsz. Az örökké valóságban nem az lesz. És azt mondja a kislány, hogy azt álmodta, hogy az ítélet után be kellett ülni egy liftbe. És a liftbe megkérdezte a liftkezelő azt, hogy hova akarsz menni, fel vagy le. És azt mondja a kislányom, hogy édesapa egész erőmmel és az egész lényemmel azt akartam mondani, hogy fel, de hogy kinyitottam a szám és kimondtam, hogy fel, megdöbbentő az, hogy a számon az jött ki, hogy le. Testvérek, nincs olyan csoda, hogy mi feltartozunk, aztán lemegyünk, vagy letartozunk és felmegyünk. Ilyen csoda nincs. A szádon az jön ki, ahova való vagy. És azt mondja, a lift elkezdett lefele menni, és végig az gyötört a liftbe, hol van a testvérem emese. Hol van a testvérem emese. És azt mondja, amikor megzökkent a lift, kinyílott a liftajtó, és kitárult előttem a pokol. Ott láttam az osztálytársaim közül némelyeket. Félelmetes volt a hangulat, gyötrődtek. De a legfélelmetesebb az volt, hogy a pokolnak a közepén volt egy kút. Az emberek pedig a pokolba szomjuhoztak, szomjasak voltak. Mentek a kúthoz, hogy merítsenek vizet, de mivel testvér a pokolban nincs méltányosság. A pokolban nincs
előzékenység. A pokolban nem ismerik az irgalmat, hogy figyelj csak, beteg vagy, menj be előre. Vagy nagyon sietsz, akkor jó, akkor előre engedlek. A pokolban nincs ilyen. Ott mentek a kúthoz, és azt mondja, a kútból senki nem tudott vizet inni, mert ahogy az egyik odaért, a másik tépte el, húzta el, tapotta le. És olyan dulakodás volt a kút körül, hogy senki nem tudott beríteni a vízből. Ott volt a víz, de testvérek, nincs könyörület, nincs kegyelem. Drága testvérek, mi lesz, ha itt ér véget a földi élet? És a földi élet véget ér, de ez az élet nem ér véget soha. Ez az élet nem ér. Milyen lesz az, amikor a fogfájás nem ér véget? És a gyötrődés és a szenvedés nem ér véget. És ott mardosni fog a lelki ismeret, hogy Isten megadta számodra a megoldást. Isten megadta számodra az üdvösségnek a lehetőségét, és olyan egyszerű volt, Isten nem kérte azt, hogy cementes zsákot emelj. Ne. Isten nem kérte a pénzedet. Isten nem kérte a vagyonodat. Isten nem kér tőled semmit, ami a tied. Egyet kért, a szívedet. Az életedet kérte, hogy meg tudja menteni a kárhozattól. És te nem adtad oda. Meg akartad tartani magadnak, és meg akartad tartani a világnak. Ha még ma este van bátorságod innen elmenni, hogy ne add oda a szíved, hát menj el. Menj el. De nagyon gondolkozz el azon, hamar eltelik ez az élet, mi lesz a lelkeddel. Ez az evangelizáció azért volt, hogy megmenekülj a kárhozattól. Mi nem akarunk zsákba macskát árulni. Az evangelizáció azért van, hogy megmenekülj a kárhozattól. És azért tudtál eljönni az evangelizációra ma este is, meg a többi estén is, mert nagyon szeret téged az Isten. Nagyon szeret téged az Isten. Ezért vagy ma este te itt, mert szeret az Isten. És mert az Isten nem akarja azt, hogy elkárhoz se te, se a családot. Hanem Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. És ahhoz, hogy üdvözülj, egyetlen egy dolgot kell tegyél. Isten nem azt nézi, hogy mit tettél meg, milyen bűnöd van, ő azért meghalt. Isten egyért fog elítélni, ha nem teszed meg azt, hogy elfogad Jézus Krisztust, befogadd a szívedbe, mint személyes megváltódat. Ezen a mai estén tedd ezt meg, hogy legyen biztonságban a lelked. És legyen biztonságban az életed, a jövőd, családot. Higgy benne, mert ő mondja, aki hisz a fiúban, az Úr Jézus Krisztusban, az üdvözül ő is, és az ő háza népe is. Hiszed-e ezt? Mert én igen. Én igen. Én hiszem azt, hogyha az Úrba hiszek, akkor számomra és a családom számára, mindegyik gyermekem számára, a lift majd fölfele fog menni, és máshol, más helyen nyílik ki az ajtó. Akarod-e, hogy a te lifted is felfele haladjon, és Ábrahámnak a kebelén megérkezzél oda, ahol Jézus Krisztus vár téged? Az Úr áldja meg ma este a döntésedet, és adjon neked erőt ahhoz, hogy őt tud választani. Amen. Egy ráfelelő éneket az igére hallgatunk meg a tiszteletes asszonytól, aztán imádkozni fogunk.
csendesedjünk el testvérek is. Drága Úr Jézus Krisztus, ma este azt szeretném megköszönni neked, hogy a te halálod és áldozatod által meggyőzted a poklokat, és számomra és a tieid számára bezártad a pokloknak az ajtaját. Uram, magasztallak téged, hogy amit te bezársz, azt senki ki nem nyithatja többé. És köszönöm azt is, hogy amit kinyitsz, azt senki be nem zárhatja előttünk. Áldalak téged azért, hogy tudhatom, hogy majd, amikor a halál árnyékának völgyén megyek át, olyan nagy lesz a pokolnak a szívása, hogy be akarsz szippantani, de mivel te megváltottál engem, ott is meg fogsz tartani a halál árnyékának a völgyén. És keresztül vezetsz bennünket, és hazaviszel minket a te országodba. Köszönöm, hogy bízhatok abba, hogy majd eljössz, és ha úgy is megyek el, hogy nem tudok magamról majd, te megfogod a kezemet, és hazavezetsz. Köszönöm neked az útat, amit véres lábakkal tapostál ki, a keskeny ösvényt, amelyen hazamehetünk, Uram. És áldunk téged a te kimondhatatlan szeretetedért és irgalmadért, amellyel estéről estére lehajoltál hozzánk és kerestél bennünket. Köszönjük, hogy mindent azért cselekedtél ezeken az alkalmakon, hogy el ne vesszünk, hogy el ne kárhozzunk, hanem hogy megszabaduljunk Sodomából, Egyiptomból, a bűnből, és hogy benned örök életet üleljünk. Uram, azért imádkozunk ma este, hogy ha van még ma este itt valaki, aki nem fogadott be a szívébe, nem fogadta el az üdvösséget, amit te kínálsz neki, hanem közömbösen, szórakozva, vagy talán éppen nem törődő módon éli az életét is, nem zavarja a lelkének az állapota. Azért imádkozunk, Uram, hogy felébredjen a lelki ismeret, és hogy biztonságba vigye ma este hozzád a lelkét, és letegye az életét, a családját a te kezedbe. Uram, arra kérlek, hogy könyörülj meg minden itt lévőn, és a te igéd által úgy munkálkodj a szívükbe, hogy győzd meg őket a te igazságod felől, a te ítéleted felől, és könyörülj rajtunk, hogy a te ítéleted elől a te kegyelmedhez tudjunk menekülni. Áldunk téged azért, hogy te minden embert szeretsz és elfogadsz, és üdvözíteni akarod azokat, akik hozzád jönnek, és üdvözíteni is fogod. Tied legyen ezért a hála, a dicséret, a dicsőség, mind örökké. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Bizonyságul hívom ma este ellenetek az eget és a földet, hogy én ma este is az életet és a halált adtam néktek előtökbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet. Válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen.
drága testvérek, mivel a Deszkatemplomban való evangelizáció utolsó estéjére érkeztünk, néhány dolgot szeretnék a szívetekre kötni. Először is az adakozást szeretném hirdetni. Egyik alkalommal sem volt az evangelizáción hirdetve adakozás, de úgy tűnik, hogy az este nagyon az ördögnek a farkára léptünk, és meghúztuk a bajusszát. Ezért a jó fiú nagyon szeretné azt, hogyha ezt az evangelizációt egy keserű szájízzel zárnánk, és hogyha ez az evangelizáció úgy érne véget, hogy itt a gyülekezetbe egy asszony testvérünk, egy kedves munkatárs abba hagyna egy missziót. A tegnap este a könyves asztalról Erzsike nénitől a tasakjából valaki elvitt 43 ezer forintot, a könyvnek az árát. Ne keseredjetek meg, ez az ördögnek a munkája. Ez egy valaki volt. Ennek az egy valakinek azt kell mondani, amit Richard Gumbrand tett, amikor meglopták, szaladt a tolvaj után, és azt mondta, hogy nem akarom, hogy elkárhoz, neked ajándékozom, amit ellopták. Nem akarom, hogy ezért elítéljenek a mennybe, legyen a tied, neked adjuk. Drága testvérek, Erzsike néni az este a nyugdíjából kitette ezt a 43 ezer forintot. Én azt mondtam neki, kedvesen megöleltem, hogy Erzsike néni, úgy gondolom, hogy Isten népében még van annyi méltányosság és irgalom, és itt a templomban lesz a 250 ember között 80 olyan, aki 500 forintot letesz a könyves asztalra. Azért, hogy ő ne keseredjen meg ebbe a szolgálatába, amit végez, hogy végezze tovább örömmel. Ezért arra kérlek testvérek, és mi se keseredjünk meg, mert ezt akarná az ördög, hogy egy keserű evangéliumot hirdessünk. Hanem legyen méltányosság és irgalmasság a szívetekbe, és a tiszteletes urak majd kijelentik, nem tudom, hol van elhelyezve ez a persely, és akit Isten szent lelke közületek arra indít, hogy ezt visszapótoljuk neki, azt kérem, hogy adakozzon. Két dolgot szeretnék végezetül a szívetekre kötni, ami nélkül nem lehet megmaradni az Istennek az útján. Az első az, hogyha Isten lelke Czórá és Estaol között a Deszka templomban elkezdett munkálkodni benned, és szeretnéd keresni az Urat és jobban megismerni, feltétlenül csatlakozzál egy élő gyülekezethez, oda, ahol tartozol. Nem tudom, hogy honnan jöttél, honnan való vagy, melyik gyülekezetből, de keresd magadnak egy olyan közösséget, ahol az emberek keresik az Istent. Akik itt reformátusok, itt is a gyülekezetben vannak bibliaórák, imaközösségek, ahol lehet épülni. Nagyon jól jegyezzétek meg azt, hogy Jézus soha nem ott jár, ahol Tamás csavarok, hanem Jézus ott jár, ahol a tízen össze vannak gyűlve és imádkoznak. Izrael népe soha nem úgy haladt a pusztába, hogy a 30 éves férfiak azt mondták, hogy mi előre megyünk, mert tudunk 20 kilométert is menni egy nap a homokba, hanem Izrael mindig úgy haladt, hogy megnézték azt, hogy a 86 éves mami egy nap mennyit tud menni, és egy olyan asszony, aki két napja szült a csecsemőjével, mennyit tud haladni a sivatagba, és annyit mentek. És amikor Miriámot egy hétre elküldték csendes hétre, hogy térjen meg, akkor megvárták, amíg visszajön, és úgy mentek tovább. Izrael mindig csapatba gondolkozott. Magányos farkasként és egyedül való jóként nem lehet megmaradni, mert elragad az ördög. Hallottátok a tiszteltes asszonyt, hogy mi tartott meg bennünket, az ő igéje és a hívő testvérek imádsága. És amikor szükséged lesz rá, akkor ez a közösség segít,
és amikor ennek a közösségnek van szüksége segítségre, akkor meg te segíts, nevesd meg az Isten népét, akármilyen egyszerűek, akármilyen együgyűek, akármilyen elesettek, ne szégyeld vállalni a velük való közösséget. És a másik dolog, testvérek, aki akar épülni és meg akar maradni a hitbe, annak legyen három könyv mindig a kezébe. Az egyik a Biblia, az Istennek az igéje. Biblia nélkül nem lehet megmaradni a hitbe. A másik dolog, legyen egy útmutatód. Ne találomra olvasd a Bibliát, hogy kicsapod, aztán ahol esik, ott suppan, és olvasom az igét. A Biblia nem jóskönyv. A Biblia nem jóskönyv, amiből kitalálod a jövőt, hogy mi lesz. Hanem a Biblia az Istennek az igéje, az Isten szent lelkének a vezetése alatt áll, és az Isten alkalmas időben eszedbe juttatja majd azt, amit mondani kell, és eszedbe juttatja, amit cselekedni kell, ezért olvasd az Isten szavát rendszeresen. Nem tudom, hogyha Miskolcon van evangéliumi könyvesbolt, de ha nem, akkor van Nyíregyházán, és meg lehet rendelni 50-et vagy 100-at, legyen útmutató kalauzod, amelyben minden nap ki van jelölve reggelre 2 ige, estére 2 ige, és olvasd Istennek igéjét. És a harmadik dolog, testvérek, legyen mindig egy olyan könyved minden évben, ami megmagyarázza az igét. Ami megmagyarázza az igét. Isten nekem is minden nap magyarázza az igét. Vannak napi áhítatos könyvek Chamberstől, Spurgeontől, Trouch Lizától, Cheri Kálmántól, meg lehet találni. Élj az Istennek a kenyerével minden nap. Minden napra van egy ige, és minden napra van egy ige magyarázat. És ha meg akarsz maradni az Istennek az útján, akkor szakíts magadnak időt, nem tudom, hogy mikor, ez nagy harcba kerül, de legyen időd az Istenre. Legyen a napodnak olyan időszaka, olyan órái, amikor egyedül vagy, el tudsz csendesedni, Bibliát tudsz olvasni, és beszélgetni tudsz az Istennel, és meglátod, hogy lesz erőd fentről, lesz áldás az életeden, és megtérés, ébredés fog lenni körülötted. Ha ragaszkodsz az Istenhez. Isten áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen.